Előre is köszönöm, hogy a csatornámra való feliratkozással, a videó továbbosztásával vagy kommentelésével támogatott fejlesztői munkámat. Üdvözöllek benneteket, és nagy megtiszteltetés, hogy a vasárnapi pihengetés helyett inkább itt ültök, és tudatosságfejlődésről, önmeghaladásról és jógáról beszélgettek meg, tanultok velem. Ennek a foglalkozásnak igazából az volt az oka, azért szerveztük meg, mert most már jó sokan vannak, akik bent vannak az Életmestere programban, ahol ugye a szakrális életrendet tanítjuk, illetve hogy ezt a szakrális életrendet most a 21. században cselekvéssel hogyan lehet beilleszteni az életedbe, hogyan lehet ezt cselekedhetővé tenni. És ennek az egyik fő eszköze a jóga, vagyis a leghatékonyabb útja a jóga. Sajnos ez a tapasztalatom, én nagyon sok helyen voltam már jógázni, szupersztár stúdiókba, és a tapasztalatom az, hogy 90%-ában ezeknek a helyeknek nem mondják el, hogy miről szól a jóga, mi a megfelelő hozzáállás, mentalitás, mik azok a technikák, amikkel jól fogsz tudni haladni. Tehát a jóga lényegét nagyjából mindenhol kihagyják. Az én saját tapasztalásom az, hogyha ezeket a dolgokat nem érted meg, akkor nem jogázol, hanem testnevelés órát tartasz magadnak, és az teljesen eltér attól, mint ami a célja, úgyhogy ezeket mindenképpen szeretném átbeszélni veletek. És készítettem egy jó kis jegyzetet, magam is meglepődtem azon, hogy mennyi mindent lehet írni a jogáról. Azért én tartom, nem tudom, hogy tudjátok-e, de én nem vagyok jogaoktató. Tehát a jogaoktató, a mester itt ül mellettem, akkor is ezt mondanám, ha nem lenne itt. És életem során ő volt az első és egyetlen olyan jogaoktató, aki a lényegről kezdett beszélni, mert az mindig volt egy sejtésem, hogy ebbe a jogába, ebbe van valami cucc. Valami itt biztosan van, de aztán az a biztos a füstölő, biztos a gyertya, meg ezek a spiritalok, meg mit tudom én, biztos ez adja, de mint kiderült, nem. Ez kifejezetten az az egyik ösvény, ami a misztikum világába titeket el tud kalauzolni, ami össze tud kötni benneteket az önvalótokkal, a felsőbb énnel, úgy hívjuk Istennek, és hogy ez a módszer ez valóban oda vezet. És ez a célja, és a saját tapasztalataimon keresztül, tehát hogy talán azért gondolom azt, hogy most ebben az esetben egy hiteles emberként jelenek meg, mert nem vagyok jogaoktató, én is csak egyszer csak megjelentem a jogába, én is úgy utáltam az elején, mint ti utáljátok. Nekem is egy óriási szenvedés volt, én is úgy gondoltam, hogy ez egy férfiatlan, felesleges hajladozás, és az elmúlt 10 évben keresztül mentem különböző fázisokon és fejlődési folyamatokon, mire nagy nehezen átjöttek nekem azok a mondatok, amiket a René a legeslegelejétől mondott, csak én azt hittem, hogy ezek ilyen spiriba blablák, amiket így bele kell fűzni a jogába, mert ezt várják el a pénzért. De mint kiderült, hogyha ezeket a mondatokat az ember szó szerint veszi és beviszi a fókuszba, akkor csodákat élhet meg a jogán keresztül. Tehát míg nekem korábban a jóga az egy tortúra volt, és azért csináltam, hogy ne égjek be a csajomnál, és ez átalakult azzá, hogy tulajdonképpen számomra most már a jóga egy egyedül megélt szent imádság, és nem szenvedésként élem meg, hanem olyan egy kicsit, mintha saját magammal szeretkeznék. Tehát ez egy extázis élményé fordult át, és nem az izmaim alakultak át, meg nem az ízületeim alakultak át, hogy ez így lett, hanem sikerült megtalálni azt a belső metódust, amivel jogázva így tudod megélni a jogát, és nem szenvedésként. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy definiáljuk, hogy mi a jóga. Maga a jóga szó mögé, hogyha az eredeti jelentés mögé nézzünk, azt jelenti, hogy egyesülés. Tehát a jóga célja az a meditáció, és a meditáció célja pedig az, hogy lehántsuk magunkról az individuális énünket, és meg tudjunk pihenni az egység élményben, az egység tudatban. Az egészhez ugye azt egy kicsit összekapcsolunk, kapcsolódunk a teremtés elmélettel, ami nem csak elmélet, tehát hogy legtöbben azért haladunk nehezen, mert azt hiszük, hogy az elmélet. Az összes vallásnak a gyökere ugye azt mondja, hogy volt egy darabig a nagy semmi, aztán egyszer csak megjelent valami tudatosság, aki azt mondta, hogy hűha, létezem, vagyok, aki létezem.
Képzeljétek magatokat ennek a tudatosságnak a helyébe. Tehát, hogy megjelensz egyszer csak a nagy üres térben, nincs referenciád, nincsenek családtagjaid, nincs mibe kapaszkodja, se tudod, hogy mi micsoda. Csak azt tudod, hogy te vagy. És ez a tudatosság rettentő kíváncsi lett arra, hogy jó, de értem, hogy vagyok, de ki vagyok én? Milyen vagyok én? Mivé tudok válni? Ez volt a második kérdése a teremtésnek. És mivel rajta kívül semmi más nem volt, ezért elkezdte magát megtöbbszörözni. Először ugye a maszkulin és a feminin pólus vált ketté, ők kezdték egymást nézegetni, hogy milyen kölcsönhatásba tudunk kerülni, ugye az egyik a teremtést adja, a másik pedig a teremtés méhe, amiből kivirágzik a teremtés, és ez elkezdett tovább osztódgatni különböző minőségekre, irigység, harciasság, bátorság, stb. Elkezdték ezek a minőségek egymást nézegetni, különválva, hogy hogyan hatunk mi egymásra. És jelenleg ez az osztódási folyamat, ez nagyjából 8 milliárdnál tart. Tehát az emberiségnek minden egyes arca, az Istennek egy adott frekvenciája, amin megpróbálja megérteni saját magát, és egy teremtett világban, egy illúzióban létrehozott egy kollektív szimulációt, amiben mi szépen hatunk egymásra. Tehát mindenkinek van egy egyedi, senki máséhoz nem hasonlító frekvenciája, pont azért találta ki magának a tudatosság, hogy kipróbálja ezt a kombinációt, és azt figyelgeti, hogy az interakciókon keresztül ez a minőség, ami én vagyok, én hogyan hatok a másik minőségekre, illetve a többi minőség hogyan hat rám. És akkor ezáltal tulajdonképpen mindannyian az életünkkel részt veszünk ennek a tudatosságnak az önmegismerő folyamatában. Az egész úgy néz ki, hogy amikor a tudatosság, tehát inkább mindig Istent használok, akkor nem keverlek össze benneteket, amikor Isten arra kíváncsi, hogy ha én adok magamnak egy speciális minőségkombinációt, egy minőségcsomagot, tehát hogy bátorságból adok 5%-ot, mit tudom én, irigységből adok 30-at, stb. Összeállít magának egy ilyen emberkét, és azt mondja, hogy na, nagyon kíváncsi vagyok, hogyha én ebbe a térbe ezt a minőséget beledobom, akkor ez a minőség, ez hogy tudja meg bejárni a hős útját? A hős útja ugye az a történet, amiben Isten megérkezik, tehát Isten bukása az, amikor megjelenik az anyagban, és elfelejti, hogy ő Isten. És akkor ez benne van a népmesékben, mindenben, hogy szegény legény elindul, onnan a mélyből, az anyagból, különböző próbatételeken megy keresztül, a próbatételeken keresztül, a kihívásokon keresztül csodás képességekre tesz szert, és a képességeinek a segítségével ugye beváltja a hős útját, a darmáját beteljesíti, és visszatalál önmagában az Istenhez. És akkor egy emberi élet, meg az egész emberiségnek a ciklusa, ezek kicsiben nagyba, tehát itt van az analógiának a törvénye. Ezek a ciklusok ismételgetnek, tehát Isten lejön, elfelejti, hogy ő Isten. A felejtésnek az a lényege, hogyha Isten úgy érkezne meg ide ebbe a szimulációba, hogy tudja, hogy ő Isten, meg azt is tudja, hogy kiválasztotta ezt az utat, és nagyjából mit akar meglátni, akkor tulajdonképpen nem lenne képes tapasztalni. Azonnal ismerni a megoldásokat, ezért nem menne végig a labirintuson, amit ő megtervezett így egy életnek, nem gyűjtené be a tapasztalásokat, és nem szerezné meg az érzelmi információt, amire szüksége van, ahhoz, hogy a következő ciklusokat megteremtse. A legtöbben, akik már legalább addig eljutottak, hogy Isten nem kívül van, hanem belül van, azok úgy nagyjából azt képzelik, hogy vagyok én, Volner Miki, és akkor valahol itt el van bújva Isten a hátam mögött, és így a szemeimen keresztül így leselkedik, de az egy ilyen elvált, elkülönült történet. És egy ilyen pillanat alatt meg tudnátok világosodni, hogyha fölfognátok, hogy ez nem egy elkülönült történet, hanem konkrétan a szemeden át most Isten néz keresztül, és azt hiszi, hogy te vagy a Gábor, te vagy a Kriszta, tehát Isten jelenleg azt hiszi, hogy Volner Miki. És a jógán keresztül, a meditáción keresztül tulajdonképpen megkeressük az eredeti nézőpontot, amikor Isten emlékezni kezd arra, hogy én nem is a Volner Miki vagyok, én mindenki vagyok. Majd itt a fogalmaknál végig is fogunk menni, ezt hívják az ébredés élményének, amikor egyszer csak fölülemelkedsz a karaktereden, rájössz, hogy az egész illúzió, tehát ez egy kitalált karakter, amivel te elkezdtél azonosulni, és elkezdted teljes egészében elhinni, hogy te az a kis szereplő vagy, és ez a tudatállapotváltás,
amiben egyszer csak megérzed, hogy én nem csak a Volner Miki vagyok, én a Németh Szabi is vagyok, meg a Judit is vagyok, meg én mindenki vagyok, mindenkit én találtam ki, és ez egy megtapasztalható állapot. Ezt hívjuk ébredésnek. A jóga ebbe az irányba mozdít el, úgy, hogy az aszkézisen keresztül lefejti rólad az egót. Tehát, hogyha megfigyelitek a jógába, az egy hatalmas csatározás, egy harc. Tehát mindig ott dumál a fejetekbe valaki, hogy jó, van, elég lesz most már, ezt az asszanát teljesen fölösleges ilyen sokáig kitartani, hiszen már átéltem a tapasztalást, köszönöm szépen. Tehát mindig lesz egy ilyen narráció fejedbe, aki megpróbál lebeszélni, hogy ezt ne csináld. Azért nem akarja, hogy csináljad, mert ugye van bennünk egy automatikus szoftver. Ez a szoftver tartalmazza a karakterünket. Ennek a szoftvernek, amit úgy hívnak, hogy ego, annak az a feladata, hogy védje a karaktert. Nehogy szétessen. Tehát, hogy pont az a lényeg, hogy megéljük ezeket a dolgokat. Viszont a jóga ugye pont az a lényege, hogy elhallgattatjuk, elcsendesítjük és leépítjük az egót. És az egónak ez a halált jelenti, a megszűnést jelenti. Az egó nem akar megszűnni, pont az a lényeg ennek a kis önvédelmi szoftvernek, hogy fenntartsa az egónak az integritását. De ha mi ügyesen meg tudunk harcolni, hogyha a felsőbb énünk nézőpontjából mindig válaszolunk az egónak, hogy már pedig kitartod, már pedig ezért vagyunk itt, akkor elkezdesz belemenni abba a folyamatba, ami olyan, mint egy lónak a betörése. Tehát jelenleg az a szitu, hogy van egy egónk, az a mi pacink, egy nagyon hasznos jószág, és a nem tudatos emberek gyakorlatilag erre a lóra rábízzák az életüket, és nincs fölötte semmilyen irányításuk. Amikor a lónak eszébe jut, akkor bemegy a tökösbe, utána a lucernásba, azt csinál, amit akar. És általában ugye hol szeret legelészni, vagy a múltbéli sérelmek között, fájdalmak között, vagy a jövőbeli aggodalmak között, mert hogy az egyetlen feladata, hogy megvédje az integritását. Ezért nagyon szeret a rossz dolgokkal foglalkozni, a negatív dolgokkal foglalkozni. Azt is mondhatnánk, hogy keresi a bajt. És amikor valaki nem tudatos életet él, akkor pont ez a része az, amelyik nem a hálát érzi meg a félig teli pohárért, hanem csak a félig üres pohára hajlandó koncentrálni. És emiatt, mivel az ego összeköttetésben van a kis teremtő gépezetünkkel, ezekkel a félelmekkel, aggodalmakkal meg is teremtjük a jövőbe azokat a szituációkat, amitől féltünk és tartottunk. Viszont jóga közben, hogyha ezt egy megfelelő mentalitással kezelitek és irányítjátok, nagyon szépen be lehet törni ezt a csikót, és onnantól kezdve végre megfordul a dolog, tehát a világ az azért néz ki ilyen rosszul most, mert mindenki az automata pilótára rábízta a vezetést, az embereknek a 90%-a nem tudatosan hoz döntéseket, azt hiszi, hogy igen, de valójában kész megoldásokból és automatizmusokból táplálkozik, és mivel azoknak az alapja a félelem, ezért olyan világokat teremtünk, olyan szituációkat, amiben jó meg lehet élni a félelmeket, meg az aggodalmakat, meg a fájdalmakat. Viszont, hogyha sikerül áttörnünk ezt, akkor megérkezünk a tudatnak abba az állapotába, amikor megnyugszik a differenciálatlan ős szellemben. Tehát ott nincs különbség, ott csak létezés van, és ott nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni, majd mindjárt át is beszéljük. Tehát a jogának egyrészről nagyon fontos része ebbe az ős szellembe való megpihenés, ezt hívjuk egyébként egyesült mezőnek is, tehát hogyha ide valaki megérkezik, és itt bent elkezdi átélni azokat a dolgokat, amiket szeretne megvalósítani az életébe, akkor ez egy teremtő tér. A semmi, senki, sehol, semmikornak a teremtő tere, és hogyha ebben a térben, ha megérkezünk a meditáció állapotába, ha ebben a térben kezdesz el vizionálni és átélni a dolgokat, ebben a térben elindul a teremtésed, ami előbb-utóbb meg fog érkezni hozzád. Arról nem beszélve, hogy ez egy interaktív tér, ez ugye a 9. létdimenzió, aminek több nevet is adtak, mint például az Akasha Krónika, vagy az Isteni Internet, aminek az a lényege, hogy a tér és az idő kötelme nélkül az összes emberi tapasztalat, és itt most nem csak a múltbéli tapasztalatokról beszélek, hanem a jelenbéli és a jövőbeli emberi tapasztalatokról, mert az idő az csak a mi létségünkön van, azért, hogy ne egyszerre kelljen mindent megtapasztalnunk, és folyamatként értsük meg a dolgokat, amik történnek velünk, de abban a térben nincsen idő, az összes emberi tapasztalás egyszerre ott van, és ezt ugyanúgy képzeljétek el, mint a YouTube-ot, tehát hogyha neked eldugul a csapod, ha beírod a YouTube-ra, hogy eldugult a csapom, ki fog jönni egy csomó videó, hogy nekem is már eldugult a csapom, de egy csomó megoldásom van, szódabikarbona, mit tudom én, rengeteget fogtok találni,
De a lényeg az, hogy az összes problémára megvan a válasz odafönt. Tehát ha te egy jó szankalpával indítod a jogádat, és egy jó mentalitással végigviszed, és kicsapod magad, tehát az egódat elaltatod, akkor bekerülsz ebbe a térbe, és a szankalpán keresztül szoktuk fölküldeni, hogy van egy ilyen kihívásom, és erről a rezgésszintről, amiben a hétköznapokban vagyok, hiába jártam már körbe mindenféle módon, hiába kerestem megoldásokat, nem tudtam megoldani, kérek rá megoldást, és ezzel tulajdonképpen az információnak a koordinátáit megadtad ebben a térben, és meditáció közben a felsőbbén kikeresi neked, és egyszer csak egy ilyen isteni sugallat képébe így lámpa gyúlik, hogy lett egy ötletem. Nem lett egy ötleted, lehívtad az isteni internetről. Tehát aki jól tud jogázni, az remekül tudja megoldani a kihívásait, mert arra remekül alkalmas. A jogával hozzájárulunk a nagy közöshöz. Van egy olyan fogalom a metafizikában, hogy asa, minden olyan cselekedet közbe, amikor bármilyen tárgyhoz, eseményhez, szolgáltatáshoz úgy nyúlunk hozzá, hogy ezt egy magasabb rezgésre hozzuk. Tehát mit tudom én, ha ügyfélszolgálatos vagyok, akkor ugye lehetek türelmetlen, meg elküldhetem őket a fenébe, meg leülhetek úgy a telefon mellé, hogy ma egy olyan napom lesz, hogy bárki, aki fölhív, mosolyra fogom fakasztani. Akkor ez egy magasabb rezgésszintű módon jött létre ez a szolgáltatás, és a kettőnek az energia különbsége az az asa, az az áldás, az a kegyelem, amit te megtermeltél te a saját szent munkádon keresztül, és ez belemegy a nagy közösbe, és segít felépíteni az aranykort. De ha ez egy kődarab, amit sárosan találtál, és te ezt megtisztítod, és faragsz belőle egy emberi arcot, vagy bármilyen szobrot, akkor is rengeteg asát termeltél. Amikor két ember szeretkezik, irtózatos mennyiségű asát tudsz termelni, hogyha lélekben tudtok összekapcsolni, tehát a szeretkezésnek a tantrikus módját. A jóga az pedig a legszentebb művelés, ezzel később fogunk foglalkozni, a jógán keresztül is rengeteg ilyen áldást termelsz a világnak, ami beleadódik a nagy közösbe. Tehát tulajdonképpen a jóga az művelés, a jóga az kultusz. A jógába a szakrális ént műveljük tulajdonképpen, ugyanis itt a fizikai síkon az ember azért érkezett erre a világra, hogy a cselekvésen keresztül megvalósítsa önmagát. Ez az egyetlen feladat, tehát hogy spirilufi fejű embereknek azért nem megy a dolog, mert minden csak fejben van. Tehát ezt le kell vinni cselekvésbe. Ezen a síkon a cselekvés a varázspálca. Ha nem cselekszel, nem fog veled történni semmi se. Úgy maradsz. És cselekedni kétféleképpen lehet. Lehet megszentelt módon cselekedni, és lehet megszenteletlen módon cselekedni. Amikor megszentelt módon cselekszel, az, amit az előbb elmondtam, bármi, amihez hozzányúlsz, az magasabb szinten jön létre a világba, magasabb szinten rezeg, és akkor úgy mondjuk, hogy odaemelted Istenhez, és akkor hívjuk művelésnek. Amikor pedig megszenteletlen cselekvés van, akkor ugye pénzért, érdekért, önös érdekekért, hatalomért, rangért, de az a lényeg, hogy minden rólad szól. És az önös cselekvést úgy hívjuk, hogy munka. Ezt a metafizika nevezte el. A legtöbb ember most úgy is mondja, hogy neked mi a munkád. És valójában az embereknek a nagy része az nem élvezi a munkáját, nincs benne az a mentalitás, hogy én adni fogok. És az a helyzet, hogy a megszenteletlen cselekvéssel még soha egyetlen téglát nem raktak hozzá az aranykorhoz. Tehát, hogyha te az életedbe a megszentelt cselekvést bele akarod vinni, akkor tulajdonképpen meg kell találnod azt az okot, amiért téged létrehozott a teremtő tudat, ezt hívjuk darmának, hogy mi az a feladat, mi az a hősútja, amit rajtad keresztül Isten meg akart élni, és abban 100%-ig beleállni, akkor is, ha nem adnak érte pénzt, akkor is, ha nem kapsz érte jutalmat, egyetlen jutalmad lesz érte, hogyha te a darmákban állsz, akkor a szíved az lángolni fog, és áramlásba kerülsz. És onnantól kezdve nem is érdekel a pénz, csak hadd csináld, amit csinálsz. Úgyhogy ezt jelenti a szakrális művelés, és ennek a szakrális művelésnek a csúcspontja az a jóga. A jóga az egy áldozati tűz, nem véletlen van az ötös szám vonzása alatt, az ötös szám a numerológiában az a tüzet jelenti, ahol tulajdonképpen önmagadból gyújtasz áldozati tüzet,
és ebben az áldozati tűzben elégeted önmagadat. Ezt hívják aszkézisnak. Tehát a szenvedés, ez a szent szenvedés. A szent szenvedésen keresztül felszámolod az egódat, és találkozol az isteni éneddel. Aki minden nap jogázik, az szépen lassan fölébreszti önmagában a hőst. Nézzük meg, ahogy a technológia bejött az ember életébe, ahogy a modern ember éli az életét, ahogy egyre ügyesebb eszközöket találunk ki arra, hogy ne kelljen megmozdulnunk. Nézd meg, hogy hova tűnt az emberek életéből a hősiesség. Tehát hol van egy Dugovics Titus, akit egy kicsit zavart, hogy a törökök kitűzték a várfokra a zászlót, és számára az volt, hogy úristen, ez egy eszme, tehát hogy nem lobokhat magyar váron török zászló, oda ment, megfogta a török zászlót, és leugrott a semmibe meghalni egy eszméért. Ki csinálja ezt ma meg? Melyik politikusunk ugrana le? Már elnézést. Tehát a modern emberből kihalt a hős. És hogyha te a saját életedbe azt veszed észre, csinálj rá egy meditációt, ahogy az isteni énnel, vagy csak úgy simán Istennel, ha szakálasnak képzeled a magánügyed, ütök a felhőn, és így végignézitek az életedet, hogy büszke vagy rá, hős útja? Úgy érzed, hogy fú, ez nagyon oda tette magát, ez itt aztán volt kaland, szerelem volt, itt az égvilágon minden lángolt a szívem végig, hatalmas katarzisok, hatalmas drámák, akármi, de ez sztori volt, mert az életed vagy legyen egy fantasztikus tragédia, vagy legyen egy hatalmas hős útja happy enddel, de az a középszerűség, amiben most élünk, az eltékozott életeknek a több milliói. Kuka. És az a poén, hogy egyébként nem lehet hibázni, tehát elrontottad, visszaraknak ugyanarra, a lemez ugyanonnan fog indulni. A következő életedben ugyanezt a szívást fogod csinálni, addig, amíg rá nem jössz, hogy kell élni egy életet, és hogy mire kaptad ajándékba. Na nézzük, hogy min alapul a jóga. A jógának ugye két alapja van, az egyik a testi alap, a másik pedig a lelki alap. A testi alapja az az, hogy nyugvó helyzetbe kell kerülnünk, tehát a csontozatot és az izomzatot olyan helyzetekbe kell betenni, amiben nincsen erőlködés, hogy ezáltal felszabadítsuk a testet a test irányításának a kényszere alól. És hogyha ez felszabadul, akkor ugye a természet fölötti erők föl tudnak ébredni, mert az energiád és a fókuszod nem megy el arra, hogy mit hogy kell tartani. És akkor itt van az egyik trükkje, tehát a legtöbb ászana, főleg a kezdő jogásoknál, és én is emlékszem, hogy ez ilyen volt, az egy ilyen izomremegős, ilyen úristen, hogy fogom ezt tovább tartani, de azt képzeld el, tehát mondjuk lefele néző kutya az egyik leggenyobb ászana. Nekem legalábbis az volt, gyűlöltem. És ha rosszul csinálod, akkor nem találtad meg a nyugvó helyzetet, tehát igazából a fejetekben az kellene, hogy bent legyen, hogy minden egyes ászana az egy nyugvó helyzet. Nem lehet benne erőlködés. Tehát egy lefele néző kutya, a csontozatod úgy van kialakítva, hogyha jól csinálod, akkor ugye így támaszkodik egymásnak az egész, és te csak pihengetsz benne. Nincs benne semmi megerőltető. Egy kisújnak a rossz szögben tartása is okozhatja, hogy te így tartod az egészet, mert nem vagy a helyeden. Tehát, hogy pont ezért nagyon fontos, hogy a jóga az végig nagyon erős belső fókuszt és folyamatos szkennelést igényel, hogy minden a helyén van, mert ha nincs, akkor kínlódsz. De megtanulhatod azt is, hogy ha kínlódok, akkor szkennelnem kell. Valami rossz helyen van, vagy egy fél csípőfordítás hiányzik a dologból, de nincsenek a helyén a dolgok, mert elvileg minden egyes póznak egy kényelmes megpihenésnek kellene lennie. Tehát, hogyha mindenféle remegés van, akkor nem abban vagy. A másik az pedig a szabályos, nyugodt légzés. Gondolom már nagyon sokan hallottatok ezekről a transz légzésekről, meg a légzésnek a csodájáról. Ugye a lassú, szabályos jóga légzés feléleszti a tudat feletti erőket. Tehát elkezd összehangolni a felső béneddel. Meg kell értenünk azt, hogy analógia van. Tehát mindannyian valahogy úgy próbáljuk fölfogni ezt az egészet, hogy itt vagyok ebben a fránya anyagba, és akkor majd én valami ügyes flick-flackot csinálok, és akkor átmegyek a másik dimenzióba, meg a felsőbb dimenziókba, és akkor én majd egyszer ott leszek, és akkor nem itt leszek. De ez nem így van. Analógia van, az összes létség egyszerre itt van jelen. És az, hogy te a tudatosságodba emelkedsz, az annyit jelent, hogy egyre több létsíkot látsz át, egyre többnek a jelenlétét érzékeled, ugye ahogy
a képességeid, a rezgésed emelkednek, egyre több érzéked nyílik ki arra, hogy te meg tud tapasztalni a többi világot, tehát nem megyünk át sehova tulajdonképpen. Korábbi videókban már beszéltem az analógiáról. Az analógia ugye ez az, ahogy fenn, úgy lenn, ahogy kinn, úgy bent, ahogy kicsiben, nagyban, ezt Hermes Trismegistos, vagyis Imhotep paptól származik ez a mondás, aki egy hatalmas megvilágosodott volt. Ezen a síkon minden anyagban testesül meg. Ami itt anyagban testesül meg, az a fölsőbb síkokon valahogy máshogy testesül meg, de mindegyiken ott van. És itt a legkönnyebb anyag az a levegő. És azt hisszük, hogy itt levegőt meg oxigén molekulákat szívunk be. De egy felsőbb létsíkon ugyanezzel a kibeáramlással a prána, az életenergia jön ki be a testünkből. Tehát, hogy amikor lélegzünk, akkor energiát szívunk be, és az kezd el szétáradni a testünkben. Amikor végre nem felületesen lélegzünk, hanem szabályosan és ritmusosan, ugye a ritmusosság az meg az időtlenséget kapcsolja be. Úgy, mint egy jó pszichedelikus transzenébe, ahol mindig ugyanazok a motivumok ismétlődnek, és akkor jönnek effektek, díszítések, hogy érzelmileg hasson ránk, de az a hosszú-hosszú perceken keresztül ismétlődő ritmus, az pont azt csinálja, kiüti az időt. Egyszer csak azt érzed, hogy nem tudod, hogy ezt 5 percet tették be ezt a számot, vagy már 2 órája ez megy. És nagyon fontos az időtlenség, mert ahova próbálunk átkerülni, ott nincs idő, és nekünk pont ebbe az érzésbe kell megérkezni. A lelki alap, az pedig a kikapcsolódás és összpontosítás, meg a zavaró körülményeknek a távoltartása. Itt jön be a képbe, hogy a zavaró körülmények távoltartása az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy figyeljétek meg, egy jóga során az ego az egyfolytában szögdösni próbál. És bármi, amiben meg tud kapaszkodni, abban a pillanatban ránt ki a folyamatból. Tehát, hogyha kupleráj van a szobádban, ahol jógázol, ott rengeteg minden van a szemnek, amiben bele tud kapaszkodni. Hogyha hallod a szomszédokat üvöltözni, stb., az is mindig ki fog rángatni a folyamatból. És akkor itt jön be a képbe az, hogy most elmész egy divatos jóga centerbe, és akkor ott vannak férfiak, nők, és akkor a nők ezek a jó kis testrefeszülős, ilyen mindent lássuk, hadd szóljon egy férfinek, az mennyire a zavaró körülmény kiiktatása, mennyire szólhat erről a jóga, hogy jó segged van át. Nem véletlen volt, hogy annak idején ugye ez a férfiaknak a tevékenysége volt, mert ugye ahogy a teremtő tudat ketté hasadt, úgy a két fő minőség szétkerült, a maszkulin meg a feminin. És a maszkulinnak a fő minősége az ugye az éber értelem. Nem diszkrimináció az, hogy a nők megvilágosodásáról nem ír a szakrális irodalom, hanem azért, mert ez egy férfi dolog, hogy felszámolom az egómat, megszüntetem az illúziót, és akkor kilépek szépen az éber értelembe. A nő nem tudja megcsinálni, mert ő a teremtés anya méhe, szeretet bölcsessége, ezt a minőséget vitte tovább, és minden, amit ugye a teremtő ige beküld a nőibe, azt a nő anyagba legyártja. Ennek a legjobb példája ugye a gyermek. Mivel a nő a teremtés szövőszéke, vagy anyaméhe, onnan árad ki a fizikai valóság, ezért a nő útja nem lehet az, hogy felszámolja ezt a valóságot, mert azzal megöli a gyermekét. És erre egy nő nem képes. Volt olyan követőm, aki jött utánam az ébredésben, és ugyanazokkal a technikákkal, és a sámanizmussal, és mindenem ment utánam, hogy megélje azt a fajta ébredésélményt, amit én megértem. És ott a küszöbön, amikor meg lehetett volna tenni, és így bekínálta neki a tér, hogy oké, megmutatom, le tudsz-e mondani a gyermekeidről, hogy mostantól nem vagy anya. Nem tudott átmenni rajta. Egy anya nem tudja megölni a gyermekét, és az anyag is a gyermeke a nőinek. Ezért a nőnek az ébredés élménye az így történik. Tehát a szent szerelmen keresztül, és ez a szent szerelem ez lehet a gyermek felé, a szent szerelem lehet egy magas tudatosságú férfi felé, de a nőnek a kiút az a szerelmen keresztül, a kapcsolódáson keresztül történik. Tehát nekik a szent szerelmet kell keresni. Oké. Kikapcsolás és összpontosítás. Az összpontosításnak az a lényege, hogy az elmének van egy folyamatos képalkotó tevékenysége. Ugye bedobált téged szituációkba, érzelmeket ébreszt, stb. És ezt az automatizmus tulajdonképpen az önvédelmi mechanizmusa, sának egy része, amikor te meditálni próbálsz, hogy elcsendesedni, akkor ugye az ego standby-ra kerül, nincsen semmi tevékenység, amire ő le tudná kötni magát, ezért van neki egy ilyen alapjárat, egy alapfunkciója.
ha éppen nem vagyok kihasználva, akkor fogom magam, és vagy elmegyek a múltba, és kielemzem a múltbéli sérüléseimet, hogy még jobban megértsem, hogy az hogy történt, és ezáltal el tudjam a jövőben kerülni azt, hogy még egyszer megtörténjen. Tehát az ego automatikusan rohan a múltba. És akkor azt mondja, hogy hú, miért beszólt a főnököm, meg ez mindenféle dolog, ami benneteket bánt. Hogyha onnan nagy nehezen kirángatod, akkor meg szalad a jövőbe aggódni. Hogy akkor mik azok a helyzetek, amiktől meg tudom magam fosztani. És azért, hogy ezt ne csinálja, ezért megpróbáljuk őt lekötni. És ezért van mindig egy meditációs objektum, egy fókusz. Ez egy sima meditációba lehet egy extramundiális pont. Tehát az a lényeg, hogy valami olyan dologra koncentrálunk, ami ezen a világon túl van. Tehát mondjuk lehet Istenre fókuszálni, Isten elérésére, a legfelsőbb szeretet megértésére, stb. Tehát bármi ilyesmi lehet. Akkor ha ez még nem megy, akkor lehet a lélegzésre koncentrálni. Az a lényeg, hogy valami egyszerű kis játékot adunk a gyereknek, hogy addig el van, amíg mi a nagy belső munkánkat végezzük. Illetve a másik ilyen dolog, amivel ugye lekötjük az elmét, hogy nagyon erős szankalpákat választunk. Vagy mindjárt úgy is mondanám a szankalpát, mert az alapfogalmakat akartam még tisztázni. A szankalpának az a lényege, hogy a jóga az ugye áldozat, és akkor be lehet küldeni azt, hogy én ezt az áldozatot most miért végzem. Tulajdonképpen a szándék a szankalpa. És hogyha jó erős szankalpát választasz, tehát így azt mondod, hogy én a mai jogámnak az áldozatát azért hozom, hogy végre ez a párkapcsolat dolog, ez helyre jöjjön az életemben, vagy akármi, de jó nagy legyen tétje. Mert hogyha választasz egy jó erős szankalpát, akkor nyugodj meg, hogy bele fogod adni magad a jogázásba, de ez az izé, hogy világbéke. Hát pont le fogod szarni, hogy mi fog vele történni. Tehát, hogy legyen érdeked az, hogy az utolsó jóga ászanába is a teljes energiádat és erődet tegyed bele, úgyhogy úgy választhatok szankalpát, hogy így végig benned legyen, hogy ez a jó, most már így félúton így abba hagynám, jó, csak éppen a párkapcsolatot raktam rá föltétnek. És akkor ilyenkor úgy meg is kérdezheted magad, hogy ja, értem, tehát egy jógázást se ér meg nekem ez a történet. Akkor mit vársz, hogy mi fog nálad bekövetkezni? Egyébként is bármi, amit megteremtünk, mielőtt megkapod, előtte mindig kapsz egy próbatételt. Mennyire kell? Mi az áldozatod érte? Figyeljétek meg, főleg a nagy dolgoknál. Mindig be fognak kínálni egy olyan dolgot, hogy jó, de mit adsz érte? Hajlandó vagy elhagyni egy rossz szokást? Hajlandó vagy-e beszélni valakivel, akivel 100 éve nem beszéltél, mert úgy elhatároztad, hogy te most haragszol rá? Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy kértek egy megoldást, és akkor így a DHL másnap kihozza, hanem lehetőséget fogtok kapni. Tehát érkezik egy szituáció, amiben dönthetsz újra a régi sémák mellett, tehát mondjuk az a szituáció, hogy eldugtam oda a fa tetejére, de te még sosem álltál fára. És akkor azt mondja, hogy vagy a régit választod, és akkor így ja, én vagyok az a béna gyerek, aki nem tud fára mászni, ugyanaz lesz a teremtésed, mint eddig, ciklust ismételsz, vagy azt mondod, hogy nem érdekel, azért nekem megéri, inkább vágjanak össze az ágak, meg essek le kétszer, de megoldom, hogy fölmászok arra a fára, és beengedek valami új sémát az életembe. Hogy aha, nagy dolgokért fára kell mászni, és akkor onnantól kezdve lehet belőle akár szokás is. No, akkor vegyük végig az alapfogalmakat. Egyrésztről ugye itt van a meditáció. A meditációnak egy lényeges eleme, hogy a meditációt nem lehet csinálni. A meditáció az vagy megtörténik veled, vagy nem történik meg veled. A meditációt azt lehet gyakorolni, és ez egy nagyon fontos pont, tehát hogy van az agyunknak egy olyan része, ami a misztikus érzékelésért, a misztikus érzékenységért felelős. Ezt a területedet, főleg gyerekkorban, vagy fiatalkorban, amikor az a feladat, hogy megmerülj az anyagban, ezt a területet ezt nem igen használod. Még pici gyerekkorodban igen, amikor szüleid mesélik neked a meséket, stb. És te elkezded látni a csodát az életedben, akkor még megvan. Aztán szép lassan megtanítják neked, hogy az kamu. Nem szabad benne hinni, mert az az ember érvényesül, aki lóvét tud szerezni. És az a lényeg, hogy a meditációban ezt a képességünket kezdjük föléleszteni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az agyunkban is vannak izmok, nincsenek izmok az agyunkban, de vannak mechanizmusok, amik ugyanúgy működnek, mint az izmok. Tehát amit nem használsz, az gyenge.
a misztikus érzékelésedet föl kell ébreszteni. Tehát az nem úgy fog megtörténni, hogy majd elmész a mitől, mert milyen szent spirituális elvonulásra, és akkor ott a hűha nagymester az majd beavat téged, és onnantól van valami. Nem tudom, mennyi ebbe a tapasztalatotok, de én egyetlen olyan embert se ismertem, aki hóthülyén bement egy ilyen elvonulásra, és ott a hűde nagymester megcsinálta neki a beavatást, és azon kívül, hogy a hallucinációit kiadta a térbe, azon kívül látott volna bármit is. Tehát ez nem így működik. Ezeket a készségeinket el kell kezdeni edzeni. És ez az edzés a meditáció. Tehát a legegyszerűbb meditációs forma az, hogy ülök, úgy képzelem el az egészet, mint hogyha egy autópálya szélén ülnék, és a gondolatok jobbra-balra száguldoznak, és én újra és újra visszahozom magam a jelenbe, hogy jelenleg itt nyomja a popsimat ez a párna, hallom ezt a zenét, érzem ezt az illatot, tehát én most itt és most vagyok, és itt most nem kell aggódnom semmi olyan dologtól, ami a gondolataimban előjön. Miközben meditálsz, időnként azt veszed észre, hogy fölültél egy kamionra, egy traktorra, egy akármire, és már benne vagy egy sztoriba, ami nincs. És te újra és újra visszahozod magad a jelenbe, hogy de hát én most itt ülök, nincs miért aggódom, tudod, újra és újra, akár órákon keresztül. És egy idő után, bár teljesen értelmetlennek tűnik ez az egész, de bizonyos dolgok elkezdenek feléledni az agyadban. És ez az egy idő után, erre azt mondom, hogy hónapokig, évekig. Kitartóan azt mondod, hogy már pedig elköteleztem magam, hogy én oda találok, és csinálom, nem keresem az értelmét, hogy, és a legrosszabb, ha elvárásod van, mert egyetlen egy dolognak van benned elvárása, az az ego. Azt akarjuk kinyírni egy ilyen folyamatban. Tehát amíg ott van benned valaki, aki azt mondja, hogy mikor jön már a nagy transzélmény, nem fog megjönni. Tehát neked ott a meditációban semmi más dolgod nincsen, mint visszahozni újra és újra és újra magad a jelenbe, és egyszer csak valami fog történni, az első nem tudom hányat el is fogod baltázni, mert abban a pillanatban, hogy megjött a transzélmény, vagy akár víziókkal társul mindenkinél más és mindig más, abban a pillanatban így az ego így föl kell, hogy megvan a cucc, és vége. Mert visszajött az ego, és pont azt akartuk, hogy őt félre akartuk rakni, tehát hogy ezt is meg kell szokni, hogy tudok csendben örülni az extázisnak, anélkül, hogy ne ébresszem fel azt, akit végre elhaltattam. A következő az, ugye, amit szoktatok hallani, az a szamszara, az az életnek a zavarodottsága. Tehát pont az adja a zavart, hogy azt hisszük, hogy mindez valóságos, és azt hiszük, hogy itt az anyagban tudunk olyan dolgokat csinálni, amit végül, ha megoldottuk az összes kihívásunkat és összes problémánkat, akkor megérkezünk a boldogságba és az áramlásba. És ezt hívják szenvedéskörnek vagy szamszarának. Figyeljétek meg, mindig lesz egy olyan, hogy ha ezt a problémát még megoldom, utána most már rendben vagyok. Megoldottad a problémát, és abból a probléma megoldásból fog megszületni a következő kihívás, és már szaladsz is tovább, abban a hitben, hogy egyszer ennek a sornak vége lesz, és megérkezik az életedbe a boldogság. De ezen a fizikai csíkon történő cselekvésen keresztül ez soha nem fog megérkezni. Ez az ember nagy zavarodottsága, hogy elhiszi, hogy ha eleget fut, akkor végül elér valamit. Az egyetlen kiút ebből a szamszarából a jelenléten keresztül van, és az pont az, hogy összekapcsolódni az őstudatossággal, és ott kikapcsol az idő, meg minden, és akkor kiszabadulsz a szamszarából, és ez az állapot, amikor megérkezel ebbe a differenciálatlan őstudatosságba, az a szamádi. Jó, tehát amikor megjöttünk a nagy lebegésbe, és megvan az extázisunk, akkor lehet örülni, szamádink van. Amikor így arról beszélünk, hogy kaptam egy beavatást, ittottam ott, akkor tudjunk róla, hogy a metafizika alapján nem létezik csak egyetlen egyféle beavatás, az az ébredés. És ez az ébredés, ezt nem adhatja neked ember, ezt neked kell saját magadnak az önmunkával elérni, és ez egy ősélmény. Tehát minden egyes embernek bele van írva a tudatosságába az ébredés, amikor megtörténik, abban a pillanatban, nem kell elmagyarázni, pontosan tudod, hogy mi történik, emlékezni kezdesz arra, hogy te ki vagy. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit rád raknak, amit fejlődés, vagy tudás, vagy megtanulás alapján el tudsz érni, hanem egyszer csak fölébredsz arra, hogy álmodtál. És ez az élmény, ez itt van benned, pont azért hív, pont azért fordulnak az emberek a spiritualitás felé, mert a mindenféle egós és illuzórikus dolgok, a diplomád, a papírjaid, a munkád, az, hogy én apa vagyok, anya vagyok, akármi, az összes szerepünk és mindenünk alá oda be van temetve. És ahogy ezeket oldogatjuk le, egy idő után
megérik és fölbukkan az ébredés. Tehát ezt nem lehet kikényszeríteni. Egy idő után, ha eleget emelkedtél a tudatosságodban, lesz egy ébredésed, és onnantól egy-két dolog meg fog változni az életedben. Ennek az előszobája, vagy az első élménye, illetve a nőknél többnyire az utolsó, tehát hogy ez a fő élmény, az az egység élmény. Amikor René ébredt, az érzés olyan volt, vagy mondd el, hogy milyen érzés volt neked. Én elmondom, hogy mit érzett. Hogy csöndben maradsz és bólogatsz. Az volt az érzés, mint egy ilyen csiszolt prizma lenne így a mellkasban, és akkor, amikor ráesít a napfény, meg egy picit így megforgatjuk, és így szórja szét a szivárványfényt, és volt hozzá egy ilyen lüktetésérzés, picit hasonló, mint a meditációban, csak nem csak ide a mellkasra összpontosult, hanem így végig hullámzott a testem, és nem csak a meditációban, hanem így reggeltől estig megmaradt az érzés hosszabban. Tehát egy ilyen nagyon intenzív vibrálás így mellkasban, szünetmentesen, mert ugye meditációban el tudunk oda jutni pillanatokra, de itt most az volt a különbség, hogy amikor egyszer fölért arra a pontra az energiaszint, akkor ott rögzült, és napokig volt ez a frekvencia vibrálás így mellkasban. Ez is egy ősélmény, tehát keresgéljük is. Tehát mindenki, aki jól bepiázik, és akkor ugye jön ez a mindenkit ölelgetek meg akármi, hát, hogy próbálunk ezzel kapcsolódni, a bulikban az extazi is erről szól, hogy mesterséges úton elérjél az egység élménybe, és ott is azt érzed, hogy itt mindenki egy, és mindenki boldog, és stb. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon keressük, ezt az összekapcsolódottságú érzést. Ez annyival kibővül az egység élménybe, hogy mindennel azt érzed, hogy egy vagy. Tehát a szőnyeggel, minden, ami a közeledben van, így megérzel egy ilyen aha élményt, hogy basszus, ez mind össze van kötve, és ez valahogy itt, valahol mind én vagyok, de ugye ez csak itt egy érzés, nem tudjuk megfejteni, nem tudjuk miért értjük, és ennek a következő fokozata az ébredés, amikor a szellem ébersége föltámad, és elkezdi megérteni, hogy hogy van itt minden összekötözgetve. Az már a maszkulin minőség. Na, tehát akkor ott tartottunk, hogy van a nem tudatos életmód, amikor tulajdonképpen van egy ilyen konzerv bennünk, ami a generációs vonalról hozott hitrendszerek, a kollektív tudatból hozott, a tévéből, a reklámból, tehát egy nagy vegyes felvágott, ami ilyen automatizmusokat és hitrendszereket és dogmákat tartalmaz, és az embereknek a 90%-a tulajdonképpen úgy éli az életét, hogy minden egyes helyzet, amikor megjelenik, akkor már van egy ilyen automatikus válaszreakció, ami egy beépített program, éppen ezért semmi újat nem ér el az életében, mert gyakorlatilag ez a program ismétli önmagát. Ez az embernek az állati része, akármennyire is tud valaki beszélni, meg autót vezetni, a majom is eszközhasználó lény, mégis állat. Tehát az autó is csak egy eszköz, attól még, hogy okostelefonod van, attól még te nem vagy kevésbé állat, hogyha csak az automatizmusaid irányítanak. Utána jön az, hogy belelépünk a tudatosságba. Belép az egészbe ugye az önelemzés, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól, és minden egyes nehéz szituáció után, vagy konfliktus után leelemezzük, hogy mi ebből a saját felelősségünk, és azt megpróbálunk valami új sémát létrehozni, hogy mikor legközelebb ilyen esemény történik velünk, akkor hogyan viselkedjünk, és ezt szépen lassan kiterjesztjük az egész életünkre, akkor jön a tudatosság. A tudatosságnak a cselekedetei elkezdik szépen emelni a rezgésszintedet, és akkor az első lépés, amit el szoktak érni, az egységélmény, erről beszéltünk idáig. A második az ébredés élmény. Képzeljétek el úgy, mint amikor a gyerekek játszanak, és akkor az egyik kezében van a hímen, a másik kezében meg a mit tudom én, gonosz ellenség, és akkor így a gonosz ellenség, hímen, most én téged rápusztítalak! Nem fogsz elpusztítani, mert ki foglak térni. Tehát, hogy ugye a nézőpontokat pakolja jobbról balra, és a kisgyerekek úgy beleélik magukat, hogy ők elhiszik, hogy ők a hímen, meg ők a szörnyeteg, és az ébredés élménye az, amikor egyszer csak van egy flip, és ráébredsz arra, hogy nem, te vagy az, aki ezeket a bábokat mozgatja, és igazából te vagy a bábjátékos. Azért hívják ébredés élménynek, mert ez nem egy tartósult állapot, tehát ez általában egy ilyen vallásos extázis élmény, amiben egyrészt megéled a halált, tehát hogy az ébredés élménynek egy nagyon fontos része, hogy konkrétan azt érzed, hogy meghalsz. Mert hogy az a részed, amelyik meg tud halni, annak meg is kell halni, mert különben nem tudsz ebbe a tudatállapotba átlépni. És a következő érzésed az pedig az, hogy újjászülesz, de valami egészen másként. Hogy azt érzed, hogy te vagy az emberiség. Ez testi tünetekkel is járhat, tehát hogy
amikor nálam megtörtént, én magzatvizet hánytam a tüdőmből, meg az orromból, meg mindenhonnan. Tulajdonképpen ez fölébreszti az elmédben azt, hogy ki is vagy te valójában, viszont az ébredés élmény után visszajössz ide a fizikai szintre, visszaesik a rezgésed, de megvan az emléked, hogy mi az a valóság, mi az igazság. Tehát az ébredés élmény az az, amikor reggel fölkelsz, és így egyszer csak ez a ja, csak álmodtam. Na, ebből az életből, amit most elhisszük, hogy valóságos, van ugye még egy ébredés, amikor szintén így azt mondod, hogy basszus, csak álmodtam, és ezzel az emlékkel jössz vissza már ebbe az életbe, és egész máshogy kezded játszani a dolgokat, mikor ezt megérted. Tehát több dolog is van benne. Az egyik az az, hogy rájössz, hogy nem tudsz meghalni. Aki többé nem fél a haláltól, az be tud állni a hős útjába. Tehát akár egy ügyér, akár egy kutyamenhelyér, akármi, az életedet is oda tudod adni, mert rájössz, hogy igazából nem adsz oda semmit se. Viszont ha az életedbe ezt a heroizmust nem valósítod meg, akkor fabatkát se ért az életed. Akkor ott valahol a középszerűségbe tukmánkodtál, aztán majd egyszer egy később életbe majd rájössz. A megvilágosodás az az, hogy az ébredés élményt tartósítjuk, állandósítjuk. Tehát onnantól kezdve egy megvilágosodott ember az mindig az Istenben ül. Mindig az isteni nézőpontból cselekszik, beszél és kisugároz. Tehát azért van az, hogy ezeknek a megvilágosodott guruknak a közelében nagyon sokan ébrednek, mert egyszerűen a megvilágosodottság rezgése van bennük. És például ezért van az, mivel az arhaikus hierarchiában, tehát az aranykori társadalomban a piramisnak a fején a király volt, és azért például az egyiptomiak is azért tartották isteneknek, mert ezeknek megvilágosodott embereknek kellett lenniük. Tehát a legmagasabb nézőpontból kellett tudni irányítani a világot, és egy megvilágosodott ember az az isteni tudatállapotban van, tehát ő Isten. Az ébredés után ez a következő magasabb fokozat, amit nagyon kevesen szoktak elérni. Akkor itt van még egy ilyen érdekes dolog, ez a kundalini, az ugye a maszkulin és a feminin erőknek a gerinc mentén való örvénylése. Ugye a férfi kundalini az az órajárásával egy irányba halad, a női az pedig az ellenkezőben, mind a kettőből van mindenkiben. A gyógyszerészetben van ez a bot, szárnyas bot, amin ott a két kígyó, ez a két kígyó, amit tekeregnek egymással, és az a bot az pedig a gerinc, és ugye a tetején ennek a képnek egy ilyen bimbó szokott lenni, vagy egy virág, az pedig pont azt jelenti, hogy a megvilágosodás akkor tud bekövetkezni, hogyha az energetika kiegyenlítődik a rendszeredben. És a jogával, mivel egy olyan módszer, ahol az összes meridiánt, energetikai pontot áttisztogatjuk, tulajdonképpen letisztítod az egész testedet, a csakrák mentén rendbe hozod az egyensúlyt az egyes csakrákon, a csakrák egyébként a meccés pontjai a kundalininek, és ha megtisztogattad az utat fölfelé, akkor beindul az áramlás, és amikor az áramlás beindul, az pöccinti be az agyba a misztikus érzékelés, és akkor kerülsz be. Ezt sokan, akik most már Szabita is elértett, hogy amikor ilyen meditációs ülésben, főleg egy jóga után érdemes egyébként meditálni, mert akkor szépen le vagy pucolva. És akkor így lehet érezni, hogy valamelyik irányba belöki az energia az egész testedet, és így érzed, hogy pörget magától, anélkül, hogy hozzányúlnál. És akkor egyébként már érzed is, hogy na, ez a meditatív állapot. Tehát fizikailag tudod ellenőrizni, hogy te most meditálsz, vagy nem. Kicsit beszélek nektek a számmisztikáról, mert az azért szerepel így a jogában. A metafizika szerint valójában nincsen sok szám, összesen 10 van. És mindegyiknek nagyon fontos jelentése van, és minden, ami ezeken a számokon kívül van, az ezeknek a számoknak valamilyen hatványa. Tehát onnantól kezdve az már csak ismétlődés, az már valójában nem szám. Az első 10 szám az tulajdonképpen le is modellezi a hős útját. Ki tudja, hogy a világon mi a legnagyobb szám, metafizikai szempontból a legnagyobb szám. Az egy, az egység. Jó, ott még egybe volt a világ. Melyik a legkisebb szám? A kettő. Ott szakadt ketté az egységtudat. Tehát igazából az elemek közül az képviseli az anyagot, a legmélyebb rezgést, ugye a dualitás, ott jelent meg a bipolaritás, tehát az a kettes. A hármas, ahol ugye a két pólus megpróbál visszaegyesülni az egybe, és akkor ugye itt az anyagban mi azt úgy tudjuk, hogy férfinő, és akkor lesz belőlük egy gyerek, és akkor megjelenik a hármasság. És ott az már egy haladvány a kettőhöz képest, hogy újra tudjunk egyesülni, és akkor ugye
Isis Osirisnek a gyermeke volt, a sólyomfejű Hórusz, akit ugye átvett az egész kereszténység, és akkor így lett a József, Szűz Mária meg a Jézus. A Hórusz, aki lebeg a mélységek fölött, az emberben újra visszatalál a két pólus, és egy isteni gyermek születik, és ezért a hármas az a levegő elem jön. Akkor a négyes az ugye a teljesség, a négy elemnek, a négy évszaknak a teljessége, tehát ott végül a újraegyesülés után megérkezik a teljesség, az elemek a helyükre kerülnek. Ötös az a tűz, ami feléget mindent, ami már idejét múlt. A hatos az a víz, nőiesség. A hetes az a beavatás, ugye a csakrák adják meg nekünk a rezgés szintek emelkedését, míg végül a korona csakrába meg tudunk világosodni. A nyolcas az a beavatottság, az ébredettségnek az energiáját átnyomjuk az összes síkon, és ezért az életünk minden részén bőséget tapasztalunk, az a nyolcas, az a bőség, amit leginkább egyébként az anyagira szoktak lehozni. A kilenc az már ugye az elixir átadása, a hősútjában az a főpap minősége, tehát amikor az utunknak a tapasztalatait elkezdjük átadni az utánunk jövő nemzedéknek, mert ugye nem csak az a lényeg, hogy tapasztalj, hanem hogy a tapasztalatod ad bele a nagy közösbe, ír róla egy könyvet, csinálj tanfolyamokat, vagy akárhogy a gyermekeidnek, unokáidnak add át a tudásodat, hogy mit is értél el az életbe, hogy ment ez a hős útja, ha hibáztál, akkor azt add át, ha nem hibáztál, akkor azt add át. És akkor a tízes az tulajdonképpen az egynek a hatványa, amikor tulajdonképpen Istennek leesik a tantusz, hogy nem történt semmi, még mindig én vagyok én, viszont benne van ennek az illuzórikus útnak az érzelmi lenyomata, érzelmi tapasztalata, tehát az egynek a hatványa 10, Isten visszaért Istenbe. Ezt csak azért tettem bele, mert ebben a 10 számban benne van minden, a teljes jóga útja. Miről nem szól a jóga? Nem szól sportról. Tehát, hogy ezt nem használhatod sport helyett, mert a jóga egyáltalán nem sport, egyáltalán nem is úgy hat rád. Tehát, hogy lehetsz egy fantasztikus jógás, attól még, ha futni kell a busz után, ki fogod köpni a tüdődet, mert nem egy dinamikus mozgásról van szó. Sőt, kifejezetten nem kéne, hogy dinamikus legyen ez a mozgásmód, mert a mozgáson keresztül élünk meg egy meditációt, ha te ezt dinamikusan és gyorsan csinálod, lemaradsz az eseményekről, átszaladsz fölötte. Nem szól a formás idomokról, ez egy kellemes mellékhatás, de nem azért jogázunk, hogy jobb legyen a fenekünk. Nem szól a szexualitásról, ugye sokan mondják, hogy jogával nyújtok, nem szól a nyújtásról, tehát nem kapcsolódik semmilyen szinten a sporthoz, ezt el kell felejteni. Akkor nagyon sokan azért jogáznak, hogy valakivé váljanak. Hogyha azt megértitek, hogy az ébredéshez és a megvilágosodáshoz vezető út az nem egy építkezési folyamat. Tehát nem azt jelenti, hogy ha én sok-sok bölcsességet magamba gyűjtök, és sok-sok dolgot megtanulok és elsajátítok, akkor megvilágosodok, hanem pont a fordítottja. Tehát a megvilágosodás és az ébredés az már most is ott van bennetek, azért nem látjátok, mert rá van halmozva az egónak az illúziója, tehát hogy én ehhez a családhoz tartozom, ehhez a fajhoz tartozom, én egy fehér ember vagyok, én nekem ennyi diplomám van, annyi papírom van, ennyi anyagi cuccom van, stb. Minél több ilyen vackunk van, amivel tudjuk azonosítani magunkat, annál messzebb vagyunk ugye a megvilágosodástól. És a spirituális ego az, amelyik, hogyha mit tudom én a Facebookon nézem, most kaptam meg az 5. beavatásomat, meg én most szent tantrikus papnő lettem, meg akármi, bárki, aki így állítja magáról, hogy én most marha nagy valaki lettem, az rohadtul messze elkerült ezt az egész témát, és attól ne tanuljatok. Tehát ha itt ebben a történetben te valakivé akarsz válni, nem fogod elérni a célját. Pont ezért mondják azt, hogy nagyon fontos ebben a történetben az alázat, hogy megértsed, hogy minél magasabbra emelkedsz, és igen, szuper képességek adódnak a kezedbe, hogy nyílnak ki az érzékeid, és képessé válsz csatornává válni, hogy ez a hatalmas energia, ez átáramoljon rajtad, de abban a pillanatban, hogy elhiszed, hogy az a tiéd, a Volner Miki, a Német Szabié vagy a Katié, abban a pillanatban ez a csap elzáródik, mert maga az ego lefolytja, megnő tőle az ego, és lefolytja ezt a folyamatot, és onnantól másoktól fogod elszívni ezt az energiát. Tisztelj, én meg guru vagyok. Vagy az én részemről belefér az, hogy egy kicsit szexuálisan molesztállak, mert ezzel is egy technikát adok a kezedbe. Jó, tehát nem szól a valakivé válásról, nem szól arról, hogy te villantani tudjál,
Tehát az egyik kedvenceim, ez a világ különböző tájain valakik így ülnek meditációs ülésbe, hogy én most meditálok, és közben belegondolsz, hogy azt a fényképezőgépet ki kellett rakni, ezt be kellett állítani, ez eleve arról szólt, hogy lássátok, hogy én meditálok, tehát az egész önellentmondás úgy, ahogy van, és ciki. És a legfontosabb része, hogy a jógába ugye belevittük, meg az egész spiritualitásba itt a nyugati világba, mert igazából mi egy fiatal kultúra vagyunk, ha az indiait meg a többit nézzük, és elkezdtük ugye belevinni az egós részt, tehát a nyugati felfogásban az van, hogy mi ezt a magunk üdvéért csináljuk. Hogy azért csinálom, hogy nekem jobb legyen, hogy én magasabbra kerüljek, stb. Bármi, amire azt tudod mondani, hogy az én miattam történik, az távolít a folyamattól. Tehát a jógázás az arról szól, hogy te valahogy nagy nehezen átkerüljél az univerzális énbe, vagy az egységélménybe, vagy valahol, és ott végre megérted, hogy mindenkivel kapcsolódsz, és hogy mindenkiért csinálod a jógát. A jógát az emberiségért végezzük. És amikor kérünk valamit a szankalpába, azt sem magunkért tesszük, hanem azért, hogy az akadályokat el tudjunk tüntetni, hogy közelebb kerüljek Istenhez. De ez a önmagában azért, hogy nagyobb házam legyen, hogy a szomszéd Marinak besárguljon az irigységtől, az nem jóga, szankalpa. Tehát a jóga, az ugye a nyugati köztudatban az a hajladozás művészete. De a jóga az nem az, a jóga az egy gyűjtőfogalom. Minden jóga, amit azért a célért végzünk, hogy találkozzunk az önvalónkkal, és egyesülni tudjunk a legfelsőbb intelligenciával. Tehát innentől kezdve azért ez így kibővül, tehát vannak egyébként különböző válfajai, de úgy általában ennyit jegyezzetek meg, az Isten keresés az a jóga, osszus. Tehát erről szól, és minden, ami ezt az utat neked bevilágítja, vagy eszközt ad a kezedbe, és közeledsz ehhez az állapothoz, az jóga. Tehát jóga a meditációs ülésben végzett meditáció, ahol próbálsz az autópályán kikerülni a kocsikból. Jóga a transztánc, mert ugye a tánc is micsoda. A nyelvnek az egyik legmagasabb kifejeződés az a zene. Tehát egy pár billentyű leütésével több érzelmet tudsz átadni, mint hogyha, mit tudom én, 3A4-es papíron keresztül próbálod azt az érzelmet megragadni. Egyébként is azt mondjuk, hogy az egyetlen valós érzelem az az, amire nincsenek szavak. Az összes többi az egónak a terméke. Amit te meg tudsz fogalmazni, hogy mit érzel, az már nem érzés, az egy egós cucc. Jóga a tantrikus együttlét, ahol test, lélek, szellem szintjén kapcsolódik össze két ember, tehát a szexualitáson keresztül is megélheted, és az nagyon-nagyon magas kifejeződése. Nekem az ébredést ugye a sámánok útja hozta meg, nekem varázsfőzetek, pszichedelikumok segítettek, hogy áttörjem az egómnak ezt a határát, ami azt mondjuk, hogy a jóga az a gyalogos ösvény, és ahová a gyalogos ösvényen eljutsz, ott is maradsz, azt megtarthatod azt a szintet, onnantól te ott rezegsz. A sámánok útja pedig egy ilyen diótörő módszer, ahol tulajdonképpen mesterségesen gerjesztik az ébredést, tehát olyan szereket adnak be, hogy úgy megnő a tudatosságod rezgése, hogy elkezded érteni, látni a világot. Ezek elképesztő ugrást adnak a tudatosságban, meg a megértésben, és az egyetlen dolog, ami ekkora víziókat és megértéseket és ilyen tiszta csatornát ad, az a tantrikus szexben megélt orgazmusok. Azokon keresztül érkezel meg ebbe a térbe. Tehát aki párkapcsolatban él, annak ott van a lehetőség a kezébe, hogy egy olyan szakrális szertartásban élje meg ezt az élményt, amit talán még a jóga se tud megadni. Tehát egy fejleszthető és fejlesztendő terület. Ez itteni kitérés lehet ezekkel a szerekkel kapcsolatosan, hogy lelkérdezőjelek veszélye is megérkezik? Persze, hogy van. Egyrészt azt szokták mondani, hogy akkor menj, hogyha megjelenik benned valamiért eljutott az információ, és így föllobbant, hogy nekem ott a helyem, akkor ott a helyed. De a tapasztalatom az, hogy akik pórul járnak, azok mind olyanok, akik még semmit nem haladtak a tudatosságban, vagy az önismereti fejlődésben, mert a pszichedelikumok azok fogják magukat, és azt az ajtót, amit te ilyen kis lépcsőnként szépen évek alatt mászol meg, és fejlődsz meg, és minden egyes lépcsőfoknak megérkezik a megértése, megérkezik hozzá a kép, stb. Na most itt elmész tufa hülyén, berúgják az ajtót, és bekerülsz a szakrális térbe, ahol egyszer csak megkapod azt a megértést, hogy semmi sem igaz.
és utána visszajössz ebbe a térbe, és nem tudsz mit kezdeni magaddal. Tehát ez nagyon szépen el lehet menni a bal szélen, ahol így onnantól kezdve mindent megkérdőjelezel, de hiszen semmi nem igaz, akkor milyen fenének cselekedjek, és akkor ilyen nagyon csúnya lecsúszó életeket lehet. Mert egyébként más veszélye nincsen, mert se az ajavaszka, se a, ugye a gombával szoktak még ilyeneket csinálni, egyik se tesz függővé, tehát hogy ha elfogyasztod, akkor kialakul egy tolerancia, és nem tudsz újra részt venni ebbe a folyamatba, tehát nem tudsz rászokni, ráadásul olyan úgy meg tudja törni, hogy nincs is miért rászokni. Tehát ez nem az, amit így bedobok egyet, hogy happy legyek. Tehát, hogy sokféleképpen elsülhet a buli, tehát ha ebből jó élményt akarsz kivenni, akkor sámámmal dolgozol együtt, mert ő tudja kezelni ezeket a tereket, meg ha elgurul a gyógyszered, akkor talán tud segíteni visszahozni. Jóga az önzetlen szolgálat is. Tehát amikor szegényeknek osztasz ételt, vagy kutyával, állatokon segítesz, vagy akármi, tulajdonképpen, ha belegondolsz, logikus, tehát az egyik cél, hogy ugye ne önösen cselekedjünk, hanem önzetlenül, attól lesz szakrális a művelés, és a szolgálat közben ez történik. Másokért élek, másokért szolgálok. És akkor ezáltal az egómat segít a szolgálat lebontani, hogy nem magamat teszem elsőre, mások előtt. De lehet ez egy meditatív séta során a jelenlét megélése, a légzésfigyelés, légzésfigyelő gyakorlat, az is jóga, és hát természetesen jóga az is, hogy amikor ászanázunk, és azon keresztül próbáljuk ezeket megélni. Na, mire jó a jóga? Egyrésztről kaptunk egy fantasztikus avatárt. Tehát ide leérkezett Istennek egy lélekdarabkája, és az betöltődött egy fantasztikus avatárba. Pont most kezdtem el nézegetni, van a Netflixen ez a Human Body, vagy valami ilyesmi a címe, hogy olyan komplexitású ez a gépezet, amit ember még nem tudott feltalálni, és a jóga az tulajdonképpen az utast és az avatárt csodálatosan összehangolja. Tehát pontosan arról szól, ha láttátok az avatárt, ott is volt egy ilyen rész, amikor betöltik a tudatukat az avatárba, és akkor utána így figyeli, hogy mozognak-e a kezei, meg mit tudom én mi. Na, a jóga az ez. Az utast és a gépet összehangolja. Én ugye kötött soros jógát használok, tehát mindig ugyanazt csinálom, most már sok-sok éve, és az ászanákon keresztül minden nap föl tudom mérni önmagam, éppen most mivel, hogyan állok. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, most páran tudjátok, hogy édesapámat elvesztettem egy-két hete, és hogy amikor az a folyamat volt, az olyan szép tudatosan történt, olyan szép konfliktusmentesen, olyan szép magasra emeltük, hogy jógázás közben, amikor a jobb lábamon kellett, ugye a jobb láb bal agyféltekével van összehangolva, és mindig az egyensúlyi gyakorlatoknál nagyon, nagyon szoktam figyelni, hogy most melyik oldalam nincsen egyensúlyban. És ott nagyon szépen egyensúlyban voltam annak ellenére, hogy nehéz volt a történés, de szépen mentem át rajta. És akkor most nemrég jógáztam, és akkor a bal lábamon egyszerűen estem, keltem, és mostanában anyukámmal nagyon sokat birkózunk. Az meg a anya, női oldal, múlt, sérülések, mit tudom én, tehát hogy minden egyes ászana, hogyha elkezded fölfogni, hogy azokban információ van, azokban egyfajta minőségen dolgozol éppen, és ha az nem megy, ha az fájdalmas, ha ott nem vagy egyensúlyba, az pont elmondja, hogy benned a lélekben valami dolgozik. Tehát reggelente, ha jógázol, le tudod ellenőrizni azt, hogy miben vagy éppen, és föl tudsz rá készülni. Erre nem is foglak benneteket tanítani, hogy melyik ászana mit tud. Jöjjél rá! Nekem nem tanította senki. Miközben jógáztam, és megtanultam a 100% belső fókuszt intézni, és elkezdeni vizsgálni, hogy egy testhelyzet milyen érzelmeket, érzéseket és minőségeket mozdít, rá fogsz jönni magadtól. Minden egyes minőségre, a hősiességre, a bátorságra, az anyagi bőségre, mindenre van ászana, és pont az lenne az ászanázás közben a feladat, hogy ne túlélj egy jógát, hogy mikor lesz már vége, azt megtettem, amit meg kellett, hanem ugyan ez pont erről szól, hogy legyél ott. Figyeld meg, hogy 6000 évvel ezelőtt, aki ezt kitalálta, egy megvilágosodott, az úgy állította össze, hogy egy jóga sorba benne legyen minden minőség, amihez neked a napod során szükséged van. És te ezeket le tudod ellenőrizni, pont azért szoktak reggel jógázni, egyrészt, hogy az avatárt összehangoljuk, meg kitisztítsuk energetikailag, stb., meg rájöjjünk, hogy épp most velünk mi a történet, és ha az jön ki, hogy mit tudom én, a
női oldalamon így nem vagyok egyensúlyban, akkor napközben figyelj oda a kommunikációdra a nőkkel kapcsolatban például, vagy az anyukáddal kapcsolatban, mert számíthatsz rá, hogy mivel nem vagy egyensúlyban, ezért nem a magas tudatosságú éned fog válaszolni ott, hanem a beszorult kicsi éned, az egót fog válaszolni, egy automatizmust fog odalökni, és azzal nem fogsz jól járni. De ha ott van rajta a fókusz, hogy reggel a jogába észrevettem, hogy ott nem vagyok egyensúlyba, tehát ma erre oda kell figyelnem, akkor nem csúszol el a banánhéjakon. Akkor ugye beszéltünk erről, hogy kihívásoknak a megoldására a szankalpába, arra is nagyon jó, ugye a meditációra, öngyógyításra, Imhotep is, vagy Hermes Trismegistus is tulajdonképpen a csakrákra helyezte a hangsúlyt a gyógyításában, és már ő rájött, hogy a betegség az tulajdonképpen az, amikor diszharmóniába kerülnek az energetikai központjaink. És a jogával tulajdonképpen ezeket a diszharmóniákat oldjuk fel, és ezáltal elindul a gyógyulás. A Sivananda mester mondta az egyik ilyen nagy jogás, hogy a jóga az tulajdonképpen mindent képes meggyógyítani, amit a jóga nem képes meggyógyítani, azzal dolgod van, azt azért nem gyógyítja meg. De minden mást a jogával és a meditációval meg lehet gyógyítani. Jó az egyensúlyi helyzetnek a helyreállítása, tehát egy általános mentális egyensúlyt. Biztosan észrevettétek, hogy nagyon nehéz energetikájú időszakot élünk, amikor a hideg is meg a meleg is 150%-kal ömlik be az ablakon. Mindig eszembe jutnak ezek a apokaliptikus, ilyen utopisztikus filmek, amikben jön a meteor és emberek rohangálnak tévékkel az utcákon, meg betörik a kirakatokat, meg mit tudom én, mit csinálnak. Tehát, hogy van az a fajta, aki nincs egyensúlyban, és az mindenféle őrületre képes. Aki egyensúlyban van, az fölé helyezkedik ezeknek a dolgoknak, és egyensúlyoz. Úgyhogy a mostani idők megkövetelik, hogy egyensúlyban legyél, különben elmebeteg állat leszel, és ezt gondolom, ha körülnéztek a környezetekbe, látjátok. Tehát, hogy nagyon durván megy el az emberiség a két irányba, nagyon nyílik az olló. Oké, az energia szint emelésében egy fantasztikus eszköz, haszna szintén, hogy stresszmentesít, és a jóga oktatói tanfolyamok elején el szokták mondani, hogy tulajdonképpen az egész jóga arra megy rá, hogy megtanulj lótuszülésbe ülni. Majd tapasztaljátok meg, hogy a legeslegelején úgyis egy ilyen kis meditációval indul majd a jogázás, hogy akkor hogy ülsz, akár így egy lótuszba, meg a jogának a legvégén, hogy sikerül ezt így megvalósítani. Egyébként normál állapotban ez, hogyha jól ülsz meditációs ülésbe, ez kényelmes. Tehát ez nem egy ilyen szétfeszíti a lábamat meg a térdemet, hanem hogyha jól van beállítva, akkor azt érzem, hogy mind a két comb gyönyörűen fekszik, a fenekemen nincsen szinte semmilyen terhelés, és ha tényleg a karokat is lerakja az ember, egy olyan fix helyzet, mintha így odaraktak volna. Tehát ezt nem kell tartani. Hanem ha egyenes a hát, és normálisan tartod, akkor ez egy kimozdíthatatlan állapot, tehát tényleg lekerül a testről a kormányzás, az irányítás, és mehet minden befelé az összes energia. Na most jön a leglényegesebb része, a megfelelő mindset, hogy milyen hozzáállás kell a jogához, ahhoz, hogy ebből ne szenvedés legyen, hanem egy extázis élmény. Az egyik az, hogy föl kell fogni, hogy ez egy szent szertartás, egy rítus, egy rituálé, és ennek meg kell teremteni a szertartásosságát. Tehát tulajdonképpen ez a testeden keresztül művelt ima, ez egy szent ima a jogázás. Ami azt jelenti, hogy ha imádkozni mész, akkor hozzál létre templomot. Ugye az első templom az maga a jóga szőnyeg. Ha megfigyelitek, az egyik ősi vallásban, a Mohamedánban a mai napig hozzák viszik a kis szőnyegüket. Ha megnézed a mintázatot, mandalák vannak rajta. És a mandalát is elkezdheted megérteni, tehát mondjuk ez is egy mandala, ez a szőnyeg ezekkel a koncentrikus körökkel. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy sík festmény, de ez egy cső, ez egy cső fölfelé. Egy perspektívikus cső. Tehát, hogy lényegében a mandala az arról szól, hogy húzza be a fókuszodat, és értsd meg, hogy ez egy emelkedő cső, ahol mész vissza a forrás felé, a közepén a forrás. Ha megnéztek egy Mohamedánt, hogy hogyan imádkozik, az is nyomja a napüdvözletet, homlokával, teljes megadást, ugye homlokával érinti a talajt, tehát, hogy ez egy ima. És egyrésztről a térben, amit létrehozol, hoz létre egy templomot hozzá, tehát ne legyen kupleráj, tehát egy templomba se lógnak alsógatják az oltáron.
nem volna baj, ha lenne egy oltárod, ami segíti a fókuszodat fölfelé irányítani a szentre. Szoktunk mécseseket gyújtani, legalább egyet, ami behúzza a fókuszomat. A füstölők is nagyon jól tudnak lenni. Az engem mindig meglep, amikor eljön valaki egy-egy ilyen elvonulásra, és azt mondja, hogy ott zavarja a füstölő. Tehát évezredek óta a kollektív tudatban ezek az illatok össze vannak kötve a szenttel. Tehát az az ember, akit zavarnak ezek az illatok, az nézzen magába rendesen. De egyébként, ha maga a füst az, ami zavar, akkor meg vannak most már párologtatók, és nagyon finom illatokkal lehet dolgozni, ugyanúgy tömjén, mirha, paloszantó, szantál, ezek mind szent medicinák, és segítenek, hogy behangolódj, és nagyon erős ingerek, tehát hogy segítenek ráhangolódni a szentre, a magas szintűre. Nagyon fontos, hogy ezt úgy éld meg, mint a legmagasabb én időt. Tehát, hogy vedd ki belőle ezt a meg kell csinálnom a jógát, mert az engem magasabb tudatossági szintre visz. Ez egy olyan alkalom, amikor végre te találkozol magaddal. És ezt te magadnak végzett, tehát ez egy magaddal végzett intimitás, és ennek lehet így jönni, hogy de jó, van időm végre magamra, és ez most én is beleadok atyait, anyait, így fogom végezni. De a lényeg, hogy a mindsetedben legyen benne, hogy ezek nagyon értékes pillanatok, tehát itt ne csak az áldozatot nézd benne, hogy ezt meg kell csinálni, mert jót tesz az ízületeknek, lenyugtatgat, hanem ez egy nagyon magas minőségű időtöltés, ha kiveszed belőle, amit ki lehet. Éld meg az egészet úgy, hogy ez a test művészete. Tulajdonképpen több mint 6000 évvel ezelőtt mozdulatokban dekódoltak minőségeket, és te saját magadból szobrot állítasz a hősiességből, az alázatból, az egyensúlyból. Te magadból készítesz egy szobrot, és legyen az a fejedben, hogy ez a szobor, ez legyen fantasztikus, ne legyen béna. Ez annak a művészete, hogy különböző szobrokat állítasz magadból, tehát ami benned kell lenni, hogy az utolsó kisúj mozdításnak is a helyén kell lenni, hogy mi hogyan érkezik meg, hogy az egyik ászanából a másikba hogy fordulok át, ez művészet. Legyen ott a teljes fókusz, tehát ha ebbe úgy szállsz bele, hogy na, van 40 percem ezt lenyomni, utána gyorsan főzök valamit a gyereknek, aztán el kell futnom egy tárgyalásra és trallala, akkor nem fog működni, mert jógázás közben ott fog kattogni a fejedbe, hogy vajon még a 40 percből mennyi van vissza, nem csúsztam-e túl rajta. Ja, és akkor a gyereknek nem csak meg kellett, és így beindul a bevásárló listától kezdve az égvilágon minden, kidobott idő, akkor ne csináld meg. Tényleg, kidobott idő, nem fogsz fel semmit elérni. Tehát a jógában mindig úgy állj bele, hogy kicsivel több idő álljon rendelkezésre, mint amennyihez valójában a jógához szükséged van, hogy véletlenül se legyen benned egy olyan érzés, hogy sietni kell. Mert lemaradsz a történetről. Amikor csak tudod, végezd ezt egyedül, teljes befelé fordulással. Ugye pont ez a lényeg, hogy zavaró körülményeket ki akarjuk kapcsolni, tehát azt a legjobban úgy tudod, hogyha senki nem hat rá, tehát hogy tudjál befelé fordulni. Akkor most jön az, hogy nem sport, tehát hogy légy lassú, és ne akar gyorsan túl lenni rajta, mert ha gyorsan túl leszel rajta, akkor nem lesz időd figyelni. Tehát minden egyes ászanában világok történnek benned. Tehát kezdve onnan, hogy megtaláltam-e a megfelelő pozíciót, kitartás közben végig keresgélem, hogy helyén van, én megtaláltam, a helyére került, úgy nyúlik minden, ahogy kell, úgy megy, feszültségmentesedik az energia, jelennek meg képek, emlékek, akármi, tehát minden egyes ászana az egy önálló világ, amit neked meg kéne élni. És én azért szeretek egyedül jogázni, mert főleg, ha gyakorlatlan vagy a jogába, akkor még a lassú is, ahogy a joga oktatót tanítja, még a lassú is gyors lesz. Azt fogod érezni, hogy még a fenekeden is levegőt veszel, hogy kiugrik a mellkasodból a szíved, és még ezt rendesen nem csináltad meg, de már mondja a következőt, hát ez elmebaj, tehát ez nem meditáció, tehát hogy arra figyelsz, hogy mit mond a jógaoktató, meg közben azt, hogy ne pusztulj el, miközben csinálod. Tehát ha te még ott tartasz, akkor legyen az a 40 perces, ez a jógasor, amit most itt 40 perce van, az lehet, hogy másfél óra lesz. Csináld meg a felét, csináld meg a másik felét, kezd el szoktatni a szervezetedet, de az a lényeg, hogy egy olyan tempót kell választanod, hogy amiben nem zakatol a szíved, mert nem fogsz tudni odafigyelni. Vedd figyelembe, hogy éppen hol tartasz. Nagyon gyorsan fogsz fejlődni egyébként, főleg ha teljes értékben csinálod.
mondtam ezt, hogy légy jelen, tehát hogy ne engedd a gondolataidnak, hogy szanaszét menjenek. Nagyon egyszerű, mert a fókuszodat könnyű irányítani, azért vannak az ászanák. Valójában egyébként minden ászana egy újdonság, tehát ezzel kipipáljuk az elmének azt a részét, hogyha valami monoton, akkor az elme keres magának szórakozást. De a jogában az van, hogy mikor beteljesültünk egy ászanába, jön a következő, tehát ha ügyes vagy, akkor egész egyszerűen semmi más dolgod nincsen, mint hogy ott tartani az ászanába a figyelmet. Mit csinál a kezem, mit csinál a lábam? Van-e bennem még feszültség valahol, ahol diszkomfortot érzek? Biztos, hogy azért van, mert rosszul csinálom. Akkor keressük meg, hogy hol csinálom jól. Ha nem azért csinálom, csak még nincsen kinyúlva az izom, akkor belélegzem a pránát, annak az energiáját eljuttatom, tehát hogy ugye ez volt az egyik első, amit a René így mondott, hogy lélegezd át a fájdalmat, és anyád. És nagyon-nagyon lassan értettem meg, hogy attól még, hogy a tüdőnek van egy határa, aminél tovább a levegő nem tud menni, a prána tovább tud menni. Tehát ha te a tudat, és a pránát semmi mással nem tud irányítani, csak a tudatosságoddal. Tehát a belélegzés közben ezt az energiát megragadod, és a tudatoddal igen elképzeled azt, hogy ott, ahol fáj, oda tolod ezt az energiát, és hiszitek vagy sem, oda megy. De ha ezt nem csinálod, akkor meg gyorsan csinálod, akkor van ez a így lihegek, és akkor told oda a pránát, és közben te anyázol a jogaoktató felé, hogy na jó, hagyjál békén még ezzel a spiri maszlaggal is közben, de ez nem spiri maszlag, ez gyakorlat. Te vezetsz autót? Megvan az elején az, hogy nem tudtad elképzelni, hogy ez hogy fog működni, hogy mi van, három pedál, melyik után, és akkor még jönnek a táblák, meg a hülyebb babakocsis nő, amelyik pont akkor akarja áttolni, tehát úgy nézett ki, hogy ez egy megfejthetetlen történet, és hogy a jóga is így tűnik, de szépen lassan rájössz, hogy mindennek van egy ilyen logikája. Tehát, hogy és akkor mikor kell belélegeznem, mikor kell kilélegeznem, marha egyszerű. Amikor olyan a gyakorlat, hogy nyitja a mellkast, az nyilván belégzés. Amikor olyan gyakorlat van, ahol görnyedni kell, az kilégzés, és úgy is vannak megcsinálva a jóga ászanák, hogy mindegyik ilyen. Nyílik a test, zárul a test, nyílik a test, zárul a test. Úgyhogy megvan ennek a logikája, és ha elkezded szépen lassan, főleg ha csöndben jogázol, mert ugye erről is beszéltem, hogy miért választottam én például az astangát. Engem, amikor instrukciókat kapok a jogáról, minden a szöveggel, ami kintről jön befelé, kirántanak abból a folyamatból, amiben már éppen kezdtem megérkezni. Most akkor tedd át a jobb lábad, ugye kénytelen vagy az elméd képeket alkotni, hogy akkor melyik láb, hova, mit tudom én, már is elmébe vagy, ami pont ellentétes azzal, mint amire való. Akkor éld át az ászanák érzelmeit, tehát hogy ha már egy minőségi időt töltesz magaddal, aminek pont ez a lényege, hogy különböző ászanákon keresztül ezek a minőségek tisztulnak, akkor próbáld kitalálni, hogy mire való ez az ászana. Tehát amikor végre megérkeztél valahogy, minden a helyén van, és nem arról szól az egész, hogy túléljél, hanem hogy megérkeztél az ászanába, akkor meg figyeld meg az érzelmeket, az az info. Mihez nyúl ez az egész ászana? Mik szabadulnak föl bennem? Akkor végig figyeld az ego menekülését és ellenállását. Tehát, hogy ő az, akit ugye ki akarunk iktatni, és hogy ellened dolgozik az egész folyamatban. Tehát folyamatosan fogja mondani, hogy szerintem már a jogából ennyi elég, meg biztos, hogy az nem normális, ahogy a Reni mondja, hogy most ennyi ideig ki kell tartani. Tehát elkezdesz gondolkodni, hogy lehetséges, hogy a Reni közben elkezdett gondolkodni valamin, és megfeledkezett rólunk. Itt vagyunk. Nekem ilyen gondolataim voltak. Akkor elindultak ilyen harag dolgok, hogy hát azért fölmérhette volna, hogy itt ki hogyan akármi, és így nézd meg a spinéit, hagyott bennünket egy izébe, egy ászanába. Itt fogják amputálni, fogják a lába. És vigyeld ezeket a folyamatokat. Az ego, mint egy megvadult vadló. Össze-vissza fog őrjöngeni. Tehát tényleg őt be kell suttogni. A betörés nem fog menni, de minél többet jogázol, az ego is annál inkább elkezd észrevenni, hogy de hát ez igazából nem is szar nekem. Sose halok meg igazából, utána mindig valahogy úgy könnyebb az élet, kedvesebb a kommunikációm, és így elkezdi domulni, és összeszoktok a pacival. Tehát, hogy elkezdi azt mondani, hogy tudod mit? Inkább mégiscsak szeretek jogázni. Ez egy folyamat. Bele kell őt vonni. Nem szabad, hogy nem az a cél, hogy megöld, hanem azt, hogy együtt dolgozzatok. Élvezd a nyújtásokat.
figyeld meg, amikor reggel fölkezd, hogy nyújtózol egy ilyet, az is egy jóga, és igazából pici fájdalmakat érzel, és belenyögsz. Nem. Nyögjél. Nyugodtan. Tehát a jóga arról szól, hogy amikor érzed, tehát a hang, a rezgéseket, nem véletlenül akarsz egy bizonyos típusú hangot kiadni. Az egy gyógyító rezgés. Hát hadd jöjjön ki. Ezért jó egyébként egyedül jógázni, mert ott senkit nem zavarok, amikor mondjuk egy ilyen felfelenéző kutyánál egy ilyen... Mert én így jógázok. Tényleg. Itt majd egy kicsit visszafogom magam, de egyébként tényleg ez egy intimitás akármi magaddal, egy hatalmasat szexelsz saját magaddal. Ahol szépen jönnek, oldódnak le a dolgok, és add meg a módját. Tehát ha az jön, hogy nyögni kell, akkor nyögni kell. Itt jövünk át a hangokhoz. Egy nagyon kellemes ilyen rezgést ad az egészhez, meg ritmust, hogy ugye mivel a légzésre is folyamatosan figyelünk, hogyha hangot adsz a légzésednek, tehát hogy egy ilyen H hanggal szoktunk lélegezni, tehát egy kicsit ott a garatnál valamit megemelek, nem tudom, hogy pontosan mit, Ren is csinálja. Bátran síri, ordíts, neves káronk, hogyha kell. Tehát ez egy oldás. Jó, amikor valami el akar jönni, akkor azt enged ki, különben bensül el. Tehát a sírásról is kevesen tudják, fiziológiás sóoldatról beszélünk, már nem tudom hányan föltalálták és szétkísérletezték azt, hogy a víz az programozható érzelmeket tudunk nekik programozni. És neked véletlenül pont van egy mechanizmusod, hogy amikor mély érzéseid vannak, nehéz érzéseid vannak, akkor ennek a sós víznek ezt átadod, és az szépen kijön a szervezeteden kívül, és egy csomó feszültséget levesz. Tehát ezért jó, ha valaki tud sírni. De ha nem tudsz sírni, akkor vágd be magad egy kádba, és figyeld meg, hogy mikor kilépsz a kádból, már nem vagy annyira stresszes. Elvitte a víz. Nagyon fontos elem a víz. Amikor oldás van, tehát a nevetés is oldás, az ásítás is oldás, a sírás is oldás, hát a puki is oldás, de ott arról majd beszélünk tartjuk. Arról, hogy viszont a záróizmokat kell tartani. Ez rögtön kiderül, hogy ki nem tartotta az. Az ás is oldás? Micsoda? Az ás is oldás? Hogyne, hát óriási pránát veszel be a levegőbe. Nézd meg, hogy egyébként ugyanúgy, mint a vízilovaknál, ha valaki elkezd ásítozni, akkor rögtön mindenki elkezd oldódni. Akkor mindenki beszáll ebbe a buliba, hogy hú, van itt mit oldani, akkor hogy? Az a célunk, hogy lefejtsük a személyiségnek a működését, és megérkezzünk egy ilyen differenciálatlan őstudatba, egy ilyen lebegő létezés érzés, egy örömteli áramlás. Ha megérkezett, akkor ne akarjál további jóga ászanákat végezni, akkor ott, amilyen pózba te azt tudod fogadni, ott megállsz, mert beértél, tehát hogy te dobtad ki a hatost. Tehát akkor nem az a lényeg onnantól kezdve, hogy úristen, extázisom van, de még ők már abba az izébe vannak, hát elrontod az egészet. Tehát ezért jöttél, hogy azt az élményt megéld, tehát ha jóga közben neked még hátra van 12 ászana, le van szarva. Megkaptad az extázist, akkor legyél ott benne, és tartson, ameddig tartson. Aztán, ha lecsengett, és még van kedved tovább turbozni magad, akkor csinál tovább, de ha megjött az eredmény, akkor elvárásoknak ne akarjunk továbbá megfelelni, hanem élvezzük ki, hogy megérkezett. A türelem az egy nagyon fontos rész. Tudom, mert emlékszem rá, hogy nekem is ez volt, ez annyira kínos, hogy én még nem tudom letenni a kezemet, annyira kínos, hogy én nem tudok odáig lehajolni, meg minden egy. Akik körülötted vannak, éppen elég bajuk van azon kívül, hogy azt nézzék, hogy te hogy állsz a gyakorlattal. Tehát egy jó csapatba érkezel, ott senki nem fogja se a fenekedet nézni, se semmit, hanem egyszerűen próbálja ő maga is megtalálni a legjobb pozíciót, tehát hogy ez tényleg csak rólad szól. A másik pedig az, hogy én ezt a sort, amit most végig fogunk veletek venni, mennyi, 5-6 éve gyakorlom, és még mindig nem tökéletes. Ez az astangának a kezdő jogasora, tehát a haladóhoz még csak közel se értem. És lassan tényleg 5-6 éve gyakorlom. Itt is az elvárásokról beszélünk, hogy nézed a videóba, hogy ő már így lerakta a kezét, meg mit tudom én, és kínzod magad azzal, hogy te még nem. És ezért nem kapod meg az eredményt, mert mindegy, hogy te éppen hol tartasz benne, ha jól tudod azt a részt megnyújtani, ugyanolyan erővel hat rád, mint arra, aki már tökéletesen csinálja. És a jóga az az évekről és a centiméterről centiméterre megtalált győzelmekről szól.
és főleg egy kötött sorosnál, ott aztán le tudod méregetni, hogy fú, egy centivel előrébb volt az ujjam, most már meg tudtam érinteni a lábujjam hegyét, és ez rengeteg pici győzelem. És hát a végig azzal vagy elfoglalva, hogy ezen a foglalkozáson se tudtam még csomót kötni a fülemen, akkor végig egy csalódás élmény. Tehát a jóga az akkor is hat, hogyha nem tudod még tökéletesen kivitelezni, csak legyél ott a gyakorlatban, és majd meglátod, ezzel gyorsabban is fogsz haladni, mert ha ott van a figyelmed, ugye ahol a fókusz, ott az energia, ahol az energia, ott a virágzás. Tehát ha ott tartod rajta a figyelmet, viszonylag gyorsan fogsz ebben haladni. Ez az utolsó, hogy miért választottam az astangát. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a Reni mellett. Renit azért is nagyon ajánlom, mert annyiszor ismétli meg ezeket a mondatokat, tehát hogy azt kell megérteni, hogy miközben haladsz a jógának az útján, aközben érnek meg azok a dolgok, amiket mond. Tehát nekem rendszeres élményem volt az, hogy mondott dolgokat, én azt hittem, hogy ez ilyen spiri hókusz-pókusz, mert ilyeneket kell mondani, hogy megkapja a kedves ügyfél az élményt. Ezért mondunk ilyen spiri akármiket, és hogy nagyon lassan esett le nekem a tantusz, hogy szó szerint értendő minden egyes szava, amit mond, és akkor az én folyamatomnak az a része volt, hogy ő mindig elmondta ezeket, és szép lassan megértettem, amiket mond. Úgyhogy nagyon sokáig a vezetett jóga az egy fontos dolog. Aztán, ahogy elértem azt, hogy most már megértettem, hogy kell hatékonyan lenyújtani egy-egy részt, hogy hogyan tudok fejlődni egy gyakorlatban, onnantól elkezdett zavarni a duma. Mert elkezdtem érezni azt az örvényt, ahová ez be tud rántani, és minden egyes hozzám intézett szó, meg ide rakd a lábad, oda rakd a lábad, félbe szakította ezt a folyamatot, és kezdtem előről. És az astanga az, tehát az a lényeg, hogy egy olyan jogasor, ami nagyon aprólékosan úgy lett megtervezve, hogy egymásra épülő az ászanák, kötött az ászanasor, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanazt csinálod, viszont olyan jól meg lett csinálva, hogy igazából tényleg minden meridián és minden át van dolgozva, tehát nincs benned hiányérzet, hogy de kár, hogy ez vagy az hiányzik belőle, mindenre van gyakorlat. Az volt benne a fontos, hogy egyrészt elkezdtem azt érezni, hogy ha nincs Reni, nincs jóga. És hogy én nem lehetek függő semmitől és senkitől, ha én jogát akarok gyakorolni, és ebben akarok haladni. Tehát mindenképpen akartam egy olyan módszert, hogyha nekem el kell menni egy outdoor tréningre valahová, és akkor ott nekem az egyik napfelkeltében alkalmam van a természet csodájában egy nagyot jogázni, akkor ne az legyen a gondom, hogy van-e wifi, meg hogy érem el a Reninek a dolgait, vagy akármi, hanem a templomomat kigurítom, megteremtem a környezetet, leszúrok egy füstölőt, egy akármit, és legyen a fejemben valami, amin végigmegyek, és tudom, hogy mindenemet megdolgoztam bele. És az astang egy ilyen. Az igazi fejlődés ott kezdődött el, amikor ezt a sorozatot fejbe meg tudtam jegyezni. Napról napra, milliméterről milliméterre, centiről centire lehetett benne haladni, és ebben a tényleg teljes belső fókuszba és elcsöndesedésbe ebbe tudtam átfordítani, úgyhogy a jóga nem szenvedés, hanem gyönyör. Az elejétől. De addigra már azért, mert ugyanúgy, mint az autózás közben, hogy valahogy az agyad megtanulja, hogy mikor kell hogyan váltani, és mindent magától csinál. Sok jogázás után egyszerűen attól, hogy így leülsz, megérzed a füstölőt, meglátod a gyertyát, fölcsendül a dallam, és így tak, már a másik tudatállapotba vagy, rászoktatod magad, ilyen pavlovi reflex tulajdonképpen. Mi a jó jóga menete? Egyrészt az a jó, hogyha legalább 4 órával előtte nem étkeztek, mert ugye a emésztés az, ami a legnagyobb energiát igényli a testtől, és itt jó lenne, ha nem a kajára menne el. Másrészt meg nagyon sok fejenállás van, tehát visszaköszönhet a hamburger. Fontos, hogy ez a szentér létrehozása, tehát hogy legyen rend a szobába. Az a lényeg, hogy ami téged a legjobban ki tud kapcsolni, füstölő, dekoráció, zene, ruházat, a ruházatoddal is tiszteld meg ezt a rituálét, tehát mondom, itt imádkozol tulajdonképpen. Ékszereket mindenképpen le kell pakolni, főleg a fém ékszereket, mert ugye azok is beleszólnak az energetikába, és semmi olyan dolog ne legyen rajtad, ami belenyúl ebbe a folyamatban. Reni úgy szokta mondani, hogy várlak titeket a jóga szőnyegen ürített, hidratált állapotban. Tehát, hogy tényleg semmi ne zavarjon, pisi, meg aminek körülni kell, az legyen kín, és a szervezetedben meg legyen elég víz. Egyrészt a folyamatokhoz, ugye elmondtam, az egy csodatevő ital, másrészt meg
menet közben az legyen, hogy a szomjúságot kínoz végig. Akkor természetesen én még otthon is kikapcsolom a telefonomat. Tehát nincs rosszabb, mint még megérkeztél egy módosult tudatállapotba, és becsörög a nyár. És így kinyomod meg minden, de elillant az egész. Tehát egy fél óra munka ment a levesbe. A másik meg, hogy tényleg erre fordítsatok figyelmet, hogyha jógázol, akkor tudjad, hogy legalább még egy fél óra van a következő programig, miután elvégezted a jogát, hogy ne legyen benned ez a mennyi az idő. Már kijöttél. Tehát elrontottad, vége. Jó, nem is beszéltünk az energiazárakról, igaz? Nem. Jó, tehát az energiazár itt most egyszerűen annyit jelent, hogy popsilukat szorítani egész végig. Ez tartott nekem a legtovább, hogy erre ott tudjam tartani a figyelmet, és nem azért, hogy ne durrancsunk be. Tehát egyrészt nagyon sok olyan gyakorlat van, ahol az energia ott így kiakar. Tehát, hogyha nem akarsz egy aranyeret előidézni az erőlködés közben, akkor már is egy nagyon fontos dolog, hogy azt tartsd, de a másik pedig az energetikai oldalát nézd, hogy a légzésekkel, mindennel te építesz föl egy magas energiát, és ott az energiazár az nincsen lezárva, ott nyomod kifele végig. Tehát üresbe melózol. És neked pont az volna a cél, hogy emeled a rezgésed, növeled az energiát, és akkor nem engeded, hogy visszáramoljon az anyag felé, hanem így fújod fölfelé. És hogy majd meg fogjátok figyelni, hogyha elkezditek normálisan csinálni a jógát, ez egy elképesztően komplikált, sokrészű folyamat. Tehát, hogy állandóan jár az elméd. Energiazár megvan még? Úristen, itt fájdalmat érzek, rossz pózban vagyok, vagy nincsen rendesen lenyújtva, tehát ilyen állandóan így jár, de legalább a testre van lekötve a figyelem. Én eleve a jogát meditációs ülésbe szoktam kezdeni, és egy kicsit meditációban ráhangolódok, beállítom a légzésemet. Én mindig úgy indítom, hogy ugye létrehozok egy emelkedett rezgést, tehát végig szoktam venni, hogy az előző napomért, vagy az aznapi napomért, mivel hogy reggel szoktunk általában jogázni, ezért mindig az előző napra gondolok, hogy mik azok a dolgok, amikért hálát érzek a tegnapi napra, ez eleve megemeli az energetikádat. Utána tulajdonképpen köszöntöm Istent az összes csakrán keresztül, tehát mindig végighaladok rajta, tehát koronacsakrától szépen végigmegyek. Tehát az elsőnél azt mondom, hogy te vagy a hitem, a spiritualitásom, te vagy az összes érzékem, a látásom minden dimenzióban és térben, te vagy a belső igazságom, te vagy a szeretetem, vagy a feltétel nélküli szeretetem, te irányítod az akaratomat, te töltesz belém életerőt, te vagy a kreativitásom, a szexualitásom, és belőled árad a szenvedélyem az akaraterőmhöz, és akkor ugye a gyökércsakránál te vagy a biztonságom, ételem, italom, fedelem, minden anyagi bőségem, és akkor utána köszönöm. Elmondom a szankalpát, hogy ezt a rítust, ezt az áldozati munkát, ezt milyen magas cél érdekében teszem, és akkor itt jöhet a szankalpa, és akkor utána elindulhat, van egy ilyen bemelegítő rész, az nem része az astanga sornak, azért lett egyébként hosszabb, mert különben rögtön az izével kéne kezdeni a napüdvözletekkel. Az meg, ha nem melegítesz be, akkor az egy kemény történet. Utána lemegy a maga a gyakorlás, és akkor jön a relaxáció, meditáció a legvégén. Nagyon fontos még itt az összpontosítás résznél, hogy azt kell megérteni, hogy az jogában, úgy általában, de az astangában meg különösen, minden egyes ászana a következőt készíti elő. Tehát bármelyikbe tolod a lazaságot, hogy ebben ez amúgy is egy olyan könnyű, tehát ha nem adod a 100% figyelmet, ha nem nyújtod, ameddig csak tudod, ha nem lépegeted túl szépen a korlátaidat, akkor a következőből veszed ki az erőt. De ha tényleg minden egyes ászanát úgy csinálsz, hogy ezzel tisztában vagy, ezért teljes figyelmed és energiádat beleadod, akkor előkészíti a következőt, és könnyebb lesz. Tehát itt minden, van az a retteget rész, ahol itt fogjuk a lábujjunkat, és akkor így egyenesen kinyújtjuk előre. Az azon múlik, hogy az előző nem tudom mennyire raktad oda magad. Tehát úgy fog tudni megjönni, ha mindegyikbe 100%-ig szépen beleadod.
Napi rendszerességi tudatosságfejlesztő tartalmakért, önfejlesztő módszerekért és élő online jógaórákért jelentkezz az Egyensúlyban online önismereti Facebook klubba, melynek elérhetőségét a videó alatti jegyzetben találhatod meg. Ha tetszett a videó, nyilvánítsd ki véleményed a videó alatti megjegyzés rovatban egy köszivel, és iratkozz fel YouTube csatornámra. Namaste!